Úristen, milyen messze van még a halál. Te jó Isten, még 40 évet le kell élni. Ez iszonyatos. Ez iszonyatos. És akkor azt érzi az ember, tehát akkor megérti az öngyilkosokat. Magas vagy? 190. Ezt nem gondoltam, viszont sokkal látványosabb a fogyás élőben, mint a képernyőn. Igen. Igen, mennyi ment le? 40. Azta. Az egy ember, majdnem egy embernyi. Igen. És hogy csináltad? 1000 kalóriáztam. Ez a úgynevezett Newton módszer. Aha. Elektromosan hajtunk? Igen. Igen, mert hogy nincs hangja, és egyszer csak elindult elektromosan. Hát, ha már itt furikázunk, tudod, akkor ne. Majd mondta, rossz felé megyek, és közben mesélj a Newton módszerről. Ez a Newton módszer az a módszer, amelynek segítségével a hidak és a felhőkarcolók állnak, és amelynek a segítségével a személygépkocsik járnak, és ez nem, tehát, hogy valójában ez az elemi fizika. Ellentétben az összes Atkins, meg Norby Update, meg az összes ilyen szélhámossággal, ami mindegyik azt állítja, hogy valami nagyon speciális módszer, ne. Jó. Kilokalóriákkal, meg a kilogrammokkal dolgozunk. Kevesebb energia megy be, igen, mint amennyit felhasznál. Igen, értelemszerűen az ember egy kemence eléged bizonyos mennyiségű fát. Aha. Hogyha az adott, és emellett egy olyan kemence, amellyel tudok egyéb munkát végezni, amellyel szintén égetni tudok, és akkor ez gyakorlatilag egy kalkuláció. Tehát ez ugyanaz a kalkuláció, amely a világ összes működő rendszerét mozgatja. És ha valaki bármilyen rendszert működtetni akar, akkor ezt a számítást el kell végeznie. De ez az a számítás, amit a Norby, meg az Atkins, meg az én nem tudom még hány kuruzsló meg akar az emberekkel spóroltatni, mert az emberek azok nem szeretnék a kényelmetlen, kellemetlen döntéseket, hanem az emberek el akarják hinni az olcsó és színes, szagos, cukormázas, ragacsos hazugságokat. És hogy vagy? Jól, azt hiszem jól. Járok pszichoterápiába pont ebbe a házba. Itt van a közelben? Igen. Hetente kétszer a doktornőmmel próbáljuk kibogozni a neurózisomnak a forrását, meg a megoldását, olyan az egész, mint egy ilyen kirakós tulajdonképpen. Meg azóta, hogy járok ilyen intenzíven terápiába, kicsit úgy is gondolok az életemre, meg úgy általában az emberi életre, ami egy ilyen feladvány. És volt az elmúlt, ez nagyjából mióta, ez éve megy nagyjából ez a folyamat nálad, nem? Vagy most már több? Melyik folyamat? Ez a, hát nem tudom, hogy a terápiában mióta jársz, de azt tudom, hogy mondd, akkor ez meg egy már pláne, de hogy van ez a bizonyos, hogy egy évre kivontad magad a forgalomból, hogy megnéztem a Lovász Lacinál az interjúdat, az a legutóbbi talán, és ott ugye mondtad ezt a bizonyos Puzsér 2.0-ás dolgot, hogy építesz valaki mást az előző romjaira. Ami érdekel az, hogy a folyamat közben mennyire lepted meg magad néha reakcióiddal, mondjuk, hogy terápiában azért oda nagyon mélyre le kell nyúlni. Mennyire volt ez neked néha meglepetés? Persze, vannak meglepetések, vannak meglepő momentumok, amikor az ember azt érzi, hogy amit mond mondjuk a terapeutája, vagy amivel szembesíti, azért vannak ilyen helyzetek, azt így akkor is ott nem tudja megvenni. És ez a nagy kihívás egy ilyen terápiában, hogy ezek a nagyon, nagyon nehezen elismerhető, vagy már-már szinte elismerhetetlen dolgok, kijelentések, ezek átszivárogjanak az embernek az én képébe, és utána meg meghatározójává tudjanak válni az önmagáról való gondolkodásának. Azt hiszem, hogyha így meg tudok fogalmazni egyetlen egy elvárást magammal szemben így a életemre, mondjuk a következő 30 évemre, vagy 40 évemre, ha még van annyi,
hogy soha semmi ne legyen elismerhetetlen a számomra. Mert ezek a legnagyobb csapdák az életben. Uh-huh. Amikor van egy kijelentés, ami rád vonatkozik, aha, de senki nem szembesít vele, mert elismerhetetlen. Most mondok egy példát. Jó, igen, hogy mit jelent számodra az elismerhetetlen, mint fogalom? Mondok egy példát. Mondjuk a gyerekedet elnevezed Xéniának. Igen. Barátaid utána már nem fognak szembesíteni téged azzal, hogy hogy adhattál ennyire proli nevet a gyereknek. Mert ahhoz a gyerekhez akkor már tartozik, ahhoz a névhez akkor már tartozik egy gyerek, igen, akit szeretsz, akihez kötődsz, az már Xénia, igen, van egy csomó Xéniás emléked, egy csomó Xéniás tapasztalatod. Az már, igen, és az már hallgat a nevére, hogy ő Xénia, stb. Ez például elismerhetetlen. Elismerhetetlen, hogy a lányomnak egy proli nevet adtam, mert és akkor ilyenkor az ember persze nem is szembesítik ezzel, mert az elismerhet, tehát a barátok nem szeretnek elismerhetetlen dolgokat mondani egymásnak. És ez az igazi rémálom, gondolj bele, hogy egy életen keresztül nevelgetett Xéniát, és a barátaid egy életen keresztül nem szembesítenek azzal, hogy hogyan adtál ennyire proli nevet a gyerekednek. Hát mert nem komfortos ilyen dolgokkal szembesíteni a barátaidat, vagy szeretteidet, nem? Világos, hát igen, de akkor ez nem ez a legnagyobb, és most egy nagyon enyhe dolgot mondtam, tehát most egy ilyen nagyon szoftos elismerhetetlenséget mondtam, tehát ez nem ez a hardcore. Számomra ez a rémálom, hogy egy életen keresztül toporogsz egy szobának a küszöbén, és soha nem lépsz be. Érted? Tehát, hogy soha nem lépsz be, mert elismerhetetlen, mert... És akkor onnantól kezdve ezt a munkát így 10 vagy 15 vagy 20 vagy 35 éven keresztül nem tudod magadon elvégezni, mert senki nem szembesít. Én szerintem a pszichoterápia az pont az ellentéte ennek, tehát az pont szembe megy ezzel. A pszichoterápia az arról szól, hogy így, ha valami elismerhetetlen, akkor azt itt és most ma ki kell mondani, mert talán 3 év múlva vagy 5 év múlva képes leszel arra, hogy elismerd. Hát ez belök a szobába. Igen, ez a feladat. És mit gondolsz a Puzsér 1.0-ról most? Hát azt gondolom, hogy egy gyerek volt, nem volt felnőtt, egy kölyök volt, éretlen volt, és azt gondolom róla, hogy nem is a saját életét élte, hanem volt benne egy program, és ez a program, ez így ketyeged benne. És egy belső rituálé. És ő ezt a belső programot, ezt a belső dinamikát, ezt vitte ki a világba, ezt vitte át az emberi kapcsolataira, és játszotta újra, meg újra ugyanezt a dinamikát. A Puzsér 1.0 az rengeteg dolgot vetített, meg vitt át a belső működéséből a külső színterekre. Tehát a külső játszótéren én a belső dinamikám szerint játszottam a szerepeimet, meg a kis játékaimat, kis játszmáimat. És egy ponton így ennek a szavatossága lejárt, ez az egész működés beomlott, és egy új, magasabb szinten kell rekonstruálnom a saját működésemet, helyreállítanom egy új dinamikát, vagy létrehoznom egy új működést, amelyben tudatosabb vagyok, amelyben pontosan tudom, hogy ez a működés, ez a konfliktus itt és most nem ennek a helyzetnek szól, hanem egy réges-régi másik helyzetről szól. És ez egy pont volt, amikor ez a dolog beomlott, vagy pedig egy folyamat, aminek egyszer csak észrevetted, hogy most vagy lenn a padlón? Tehát, hogy emlékszel-e arra a pillanatra, amikor észrevetted, hogy itt valamit kell csinálni? Pontosan emlékszem, hát ez volt az első pánikrohamom. Ez mikor volt? 5 éve, 2011-ben volt. Úristen, 6 éve. 6 éve. Igen, ez 6 éve 6 volt. Éve, igen. És mi történt? Hát olyan, mintha belül lenne egy benne a mellkasodban lenne egy üveg, ami egy ilyen kis kémcső mondjuk, és az tele van savval. És egyszer csak nagyot esel. De nem fizikai értelemben esel nagyot, hogy zakózol egyet, hanem lelki értelemben. Lelki értelemben is el lehet zakózni. Persze, ez a kis üveg, ez a fizikai eséstől nem bántódik, de a lelki eséstől össze tud törni. És volt egy
pillanat, amikor akkorát zakóztam lelkileg, kvázi fogalmazunk úgy, hogy egy rossz gondolat leásta magát mélyre, az érzésvilágon mélyére, és ez a kis üveg megtört. És a sav, az szétfolyt. És itt belül, itt a mellkasom mögött, itt a rekeszizomnál, így hirtelen így elkezdett marni. De ilyen rettenetesen. Én most már tudom, hogy ez hogy működik, hogy mi ez a mechanizmus. Valójában a pánik következtében a rekeszizom összeránt. Ettől az ember rettentően megijed. Hiszen ilyet nem nagyon érzett eddig. Az ijegységtől még jobban összeránt a rekeszizom, amitől az ember még jobban megijed, attól még jobban összeránt, és beindul egy ilyen nagyon rossz spirál. Ez a pánikroham. És hát az volt az a momentum, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az addigi életemet nem folytathatom tovább, mert a felettes énem az föllázadt. És milyen szituba voltál, amikor ez történt veled? Partiztam. Buli. És akkor ott rosszul lettél, és aha, akkor haza tudtál menni, vagy hazavitettek? Nem. Én nekem aznap volt egy ilyen 8-9 órás pánikrohamom, aminek a 6. órájában jöttem rá arra, hogy pánikrohamom van. Aha, aztán. Mert addig azt se tudtam, tehát addig csak azt éreztem, hogy hoppá, itt most valami nagy baj van. Most valami nagy baj történt. És akkor mit gondoltál, mi az? Ami előtt, mert eltettek órák. Sejtelmem nem volt, de azt éreztem, hogy nagyon nagy baj van. Aha. És azt éreztem, hogy ennek az egésznek, ami itt zajlik, itt az egész kis életemben, ennek itt vége. Aha. Vége van. Tudod, miben különbözik a beteg ember az egészséges embertől? Na. A beteg ember az úgy gondol vissza, kezdjük az egészséges jó. Ember, az úgy gondol vissza az addigi életére, hogy Úristen, micsoda hihetetlenül gyorsan elrepült ez a 40 év. Így visszagondolok, és minthogyha egy pillanat lett volna az egész. És most, hogyha arra gondolok, hogy mennyi van még hátra, mondjuk így az élet felén járok, mint én most, még 40, de jó Isten, de közel a halál. Itt mindjárt meghalok. Ez már csak ennyi van, amennyi eddig eltelt, és ez rémületesen kevés. Ez nyomorúságosan kevés. És aztán hopp, vége lesz. És ezért az egészséges ember az még élni akar. És ez az ösztöne, persze aztán a modern világban a reklámok által felkorbácsolva, ez fokozottan, hatványozottan működik. Na hát a beteg ember az pont fordítva van. Az visszagondol az addigi életére, és egy ilyen végtelenül hosszú és véget nem érő, anyam végtelen időt lát, hogyha visszagondol ugyanerre a 40 évre, ami úristen órákból áll, és az órák percekből állnak, és ez tehát olyan még érzés... Ennyi van előttem. És még ennyi van előttem, és olyan érzés visszarévedni a múltba, mintha egy mély kútba néznél, és akkor azt a mennyiségű időt az ember előre veti maga elé, és arra gondol, hogy Úristen, milyen messze van még a halál. Te jó Isten, még 40 évet le kell élni. Ez iszonyatos. És akkor azt érzi az ember, tehát akkor megérti az öngyilkosokat. Mert megérti azt, hogy ha valaki már ebben az állapotban van, mit tudom én, 5 éve, és nem tudta semmilyen módon javítani a helyzetét, vagy megoldani, akkor az megöli magát, és én egy szemrehányó gesztus nem tudok tenni e fölött. Tehát nem érzem azt, hogy bárkinek tartozna azzal, hogy értelmetlenül szenved. Nem gondolom azt, hogy ez egy olyan helyzet, amire mindig minden körülmények között van megoldás. Persze az embernek érdemes végigjárni a megoldásokat. A probléma az, hogy az ember nagyon hamar az első látszólagos megoldással beéri, vagy az első látszólagos megoldáshoz nyúl, ami nagyon sok esetben az alkohol. Hiszen az alkoholistáknak, és erre is egyébként a neurózisom vezetett rá, erre is így jöttem rá, csak egy nagyon kis része alkoholista ám. Mondjuk a fele. Aha. Mondjuk és a másik fele? A másik fele az a szorongásra iszik. Aha.
és azt hisszük, hogy alkoholista, pedig nincs is meg benne az alkoholizmusért felelős gén. Nem alkoholista, egyáltalán, hanem egyszerűen csak szorongva ébred, és rá kell innia, hogy a szorongást azt oldja valamennyire, hogy tudjon funkcionálni az életében. És ezek az emberek általában, amikor megkapják az antidepresszást, azonnal lerakják a poharat, és nem isznak többet. És nálad ez hogy van? Én nem iszom rá, nem ittam rá. És előtte? Azt hiszem, hogy én bennem nincs meg az alkoholizmusért felelős gén. Onnan tudom, hogyha meg lenne, hát jó eséllyel alkoholista lennék. Szorongásom az viszont van. Jaj. Tehát, hogy ezt viszont valahogy oldani kellett. És hogy most... Azt oldani kellett, eleinte szanakszaloltam, ami borzasztó volt, mert folyton be voltam szanakszozva, tehát kevésbé szorongtam, de persze a szanaksz az nem veszi el így a szorongást, kevésbé szorongtam, viszont állandóan be voltam szanakszozva, ami... Hát meg azért az függőséget is tud okozni, elég keményen. És 5 hónapon keresztül próbáltam ezt a szorongást, ezt egy ilyen terápiás jelleggel, egy ilyen kicsi, nem pontosan a viselkedés terápiás a módszerrel, de a viselkedés terápiáéhoz hasonló ilyen szisztémás gyors terápiával kezelni, hogy ezt így megoldjam. 5 hónapon keresztül nem sikerült, és éltem együtt ezzel a szorongással. Tulajdonképpen a generalizált szorongás szindróma az nem más, mint egy permanens pánikroham. Tehát amikor a pánikrohamod 5 hónapon keresztül tart, akkor már nem pánikbetegségről beszélünk, hanem akkor már úgy hívjuk, hogy generalizált szorongás. De hogy tökre azt érzem, hogy ilyen nagyon olyan magadtól eltávolít vagy eltávolodva tudod ezt így megfogalmazni, meg beszélni róla. Ez mindig így volt? Vagy ez eddig el kellett jutnod, hogy azt tud mondani? Tehát, hogy például ilyen diagnózisokat meg tud fogalmazni saját magadról, meg hogy nekem ez volt, én így reagáltam rá, ezek voltak a megoldásaim közül ezek volt, működtek, ezek nem, és olyan, mint hogyha valaki másról beszélne, olyan érzésem van. De szerintem ha az ember terápiába jár, és terápiás körülmények között feltérképezi magát, akkor ez elkerülhetetlen is. Pont ez a jó benne. Pont ezért kell gyógyszert szedni a neurotikusoknak általában, mert ezt a műveletet, amiről most beszélsz, ezt az eltávolítást a szorongás hatása alatt nem tudják megtenni. Aha. Tehát pont az a lényeg, hogy ha folyamatosan szorongsz, akkor a szorongás az azzal jár, hogy folyamatosan figyelsz a szorongásra. És a szorongásra való figyelés az pontosan generálja a szorongást, amitől még jobban kell figyelni a szorongásra, és ugyanebben a spirálban tart bent. Addig, ameddig ez tart, addig te nem tudsz objektív módon ránézni az életedre, a dinamikáidat megérteni, a működésedet megérteni, mert benne örvény lesz ebben a szorongásban. Valójában a gyógyszeres terápia, vagy a gyógyszeres kezelés nem oldja meg a problémát, de az alapfeltételét a terápiás gyógyulásnak, a önmagam megértésének, azt viszont megteremti. Arra gondolok, hogy azért nagyon sokan szorongunk. Rengetegen. Lehet, hogy nem olyan szinteken, mint ahogy te szorogtál, de hogy nem kevés embernek lenne szüksége arra, hogy önmagát elkezdje így nézni és látni, nem? Tehát, hogyha csak körülnézel itt Magyarországon. Igen. Tehát ilyesfajta terápiára mondjuk nagyjából az emberek többségének szüksége lehetne, nem? Igen, azt gondolom, hogy igen. Csak tudod, az emberek ezt nem végzik el addig magukon, ameddig nem vitték el önmagukat a végső pontig. Tehát amíg van egyéb választásuk, amíg a projekcióik működnek, amíg a szerepeik működnek, amíg a játszmáik működnek, amíg az érzelemátviteli mechanizmusaik működnek, addig ők nem fognak elkezdeni magukkal foglalkozni, meg önmagukat vizsgálni, mert ez egyrészt a társadalmilag preferált és elvárt szerepektől nagyon idegen. Azt várják el tőled, hogy légy magabiztos. Az összes tréner arra képez téged, hogy légy magabiztos, higgy magadban. Na most a pszichoterápia az meg pont az ellenkezője ennek. A pszichoterápia az a lelket gyógyítja. A tréner az meg az egót gyúrja. Ez két szerv, ez két belső szerv. Természetesen ezek szellemi szervek, tehát nem, de attól még vannak. Tehát értjük, hogy a tudattalan az nem egy olyan
része az embernek, amit ki lehet operálni belőle, vagy amit így meg lehet mutatni egy ilyen anatómiai vizsgálat keretében, hogy íme itt a tudattalan, ennek ellenére tudjuk, hogy van tudattalan. Mert hogy szellemi síkon is léteznek entitások. Na most a lélek és az ego, az két egymással határozottan ellentétes entitás. Most a jelenkor az egótrénert igényli, hogy te sikeres légy. És ezért a pszichoterapeuta csak akkor kerül a képbe, amikor már nem tudod összetartani az élet hazugságaidat, amikor már szétesnek, és amikor már szétesik, széthullik az életed, mert amikor a szorongásod az olyan mértékűvé válik, amikor a szerepeid már olyan mértékben korlátozzák az életedet, meg a működésedet, hogy már az fenntarthatatlan. És akkor ez bedől, és akkor az embernek nincs más választása, mint elmenni terápiába. Mm-hmm. És az a szerep, ami rád ragadt, az úgynevezett puzsérság, amit ugye így szoktál megfogalmazni, az mennyire volt annó olyan azonos, és mennyire került mondjuk mostanra közelebb hozzád, a valódi önmagadhoz? Szerintem ez ott kezdem, hogy nem én vagyok. Tehát a puzsér az nem én vagyok, és ezért beszélek róla így, hogy a puzsér, mert ezeket a szerepeket, ezeket meg kell tudni különböztetni egymástól, és hogyha valaki ezeket nem választja szét, akkor az nagyon súlyos személyiségtorzuláshoz vezethet. Én azt gondolom, hogy az a megmondó, aki a nyilvánosságban működik, Puzsér néven, az egy szerep. Ezt a szerepet én játszom. Aha. Ez egy önazonos szerep, mert ha nem lenne önazonos szerep, akkor nem tudnám hitelesen, konzisztensen játszani, és nem is akarnám, és nem is bírnám el. De ez azért, lássuk, hogy nem én vagyok. Én vagyok. Az meg a Puzsér. Aha. A Puzsér az egy termék, egy médiatermék, amit én magamból gyártok. Tudatosan? 100%-ban tudatosan? Igen. Az első pillanattól kezdve tudatosan? Igen. Azt gondolom, hogy igen. De eleinte ez még nem úgy hangzott, hogy a Puzsér. Tehát, hogy ez igazából az országos puzsérság óta van így, hangzik ez így, hogy a csillagszületik óta van ez így, hogy a Puzsér. Előtte ez úgy hangzott, hogy voltak különböző brendek, amelyeket én vittem. A Hétmesterlövésze című filmmagazin. A Szélső-Közép című politikai napi rádiós magazin. Igen, igen. Akkor a, nem tudom én, a, volt a Demokrácia Részvénytársaság című rádiós magazin, mondjuk, itt tudom. És volt egy csomó ilyen, amiben többen voltunk, és többen vettünk részt, és többen gyártottuk. Ott nem a Puzsérnak kellett, ott nem a Puzsér volt elsőrendűen a termék, hanem ott a Szélső-Közép volt a termék. Igen, de ott is a Puzsér, mint termék, keresztül világlott mindenki más termék, kis termékén, és azért meg magán a Hétmesterlövészén például, én ott hallottalak téged először, és csak arra emlékszem, hogy a rádiókafén hallgattam, és hogy volt ez a csávó, aki teljesen máshogy kommunikál, mint mások. Totál máshogy, sokkal intenzívebben, sokkal, nem bírtam kikapcsolni, oda kellett rá figyelni, akkor is, hogyha szentségeltem, mert nem értettem vele együtt, de hogy így ilyen nagyon erős mondatokkal, hihetetlen feszültséggel teli stílusban. Szóval, hogy ez az első pillanattól kezdve a tied, és most, hogy így beszélgetünk, persze felveszünk kamerával, tehát ez sem akkor az a Puzsér, aki te vagy, de feltételezem, hogy azért közelebb van hozzám, mint a termék, ugye magában. Ezek a kísérletek mindig arról szólnak, hogy a kettőt közelítsük egymáshoz. Igen. Hát igen, és több-kevesebb sikere. Na mindegy, amire ki akarok lyukadni, hogy azért az ott volt. Tehát, hogy vannak dolgok, amit terápia ide és önmagadon való munka oda nem változnak benne. Tehát ilyen állandó pontok, nem? Ami most sem, most is ugyanaz, mint a Puzsér 1.0-ában. Igen. De igazából a Puzsér 1.0 meg a Puzsér 2.0, ezek rám vonatkozó kategóriák, nem a puzsérságra, mint közéleti szerepre. A közéleti puzsérnak nem gyártom le a 2.0-ját. Mert nem gondolom, hogy a közéleti puzsér 1.0-ja elhasználódott volna. Uh-huh. A puzsér, hogy mondjam, a puzsérnak a nyilvános szereplése, meg a puzsér nyilvánossága, az egy szolgálaton alapul. Az nem, hogy mondjam, ott nem tehetem meg, hogy csak élek. Ott nekem magamat egy médiummá kell formálnom. Ott nekem magamat egy
egy olyan eszközzé kell formálnom, amin keresztül tudok szűrni információt, mondjuk a világ beömlik rajta az egyik oldalon, és a másik oldalon kizuhan rajta egy médiatermék, uh-huh. vagy egy média közlés, uh-huh. vagy egy rádióműsor. És minél jobban tudom magam eszközzé formálni, annál jobban látom el a funkciómat. Minél öncélúbban parádézok a celebek közt, a sztorigálán, a vörös szőnyegen, annál kevésbé válok médiummá, mert annál inkább csak az fontos, hogy én a csodálatos izé, ami nem is tudom, hogy micsoda, de csodálatos, mert egyedi, és mert imádjuk. És mert ott én, a vörös szőnyegen. A vörös szőnyeg, és mert a vörös szőnyeg képezi őt valójában. A vörös, a valójában azt határozza meg őt. Igen, a vörös szőnyeg által van. És az összes nyomorult celeb ilyen, így működik. És a puzsérságnak, hogyha van funkciója, akkor az, hogy soha ne váljon ilyen mértékben öncélúvá. Ne lehessen öncélú, hanem mindig legyen funkciója. A puzsérsága sosem csak úgy van, ha a közéleti, ha a nyilvános puzsérságról beszélünk, hanem az mindig valaminek a viszonylatában van, és valaminek az érdekében van. Van egy ilyen missziós jelleg ennek? Tehát érzed azt, hogy neked küldetésed van? Igen. Érzel ilyet? Igen. És mi mindig a küldetésed? Is éreztem. Mi a küldetésed? Ha ezt így mondjuk ma meg kell. Hát de most ezt annyira, ez annyira ocsmányul fog hangzani, ha ezt jó. Most kimondom, hát hogy ez most ezt akarjuk. Hát szerint én akarom. Nem tudom, te akarom? Nem, én Anna, azt én még kevésbé tudom. Hát nem tudom, hogy megváltoztassam a magyar közgondolkodást. Uh-huh. Ez miért ocsmány ez? Hát mert ez ilyen hatalmas nagy képűség ez. Így ezt így kijelenteni. Ez inkább ambiciózus, nem? A tréner ezt mondja. A tréner sose fogja elismerni, hogy egoista vagy, te ambiciózus vagy. Én csak firkálgatlak, mert szeretném hallani, hogy mi az ambíció, értem, vagy értem. Mi a... Tudod? Szóval, na, őszintén igen, azt gondolom, hogy a magyar közgondolkodás az kádárista, mélyen kádárista, és korrupt. Tehát Magyarországon figyeld meg, hogy milyen mantrákkal hülyítik egymást meg magukat az emberek. Az erősebb kutya baszik, van ez a mondás. Hát ez a megvallása annak, hogy amit az evangéliumban olvasol, az hülyeség. Valójában Darwin a fajok eredete című könyve az a Biblia. És a Biblia az meg egy ilyen Gilgamesh eposz. Na mondjuk, ez az egyik mantra. Mondjuk van egy olyan mantra, hogy nem szarunk oda, ahonnan enni kapunk. Igen. Ugye? Meg van egy olyan mantra, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem. De valami, nem tudom, összeírtam egyszer valami 50 ilyen mantrát. Van, igen, nagyon sok ilyen van. Tele vagyunk ezekkel, és mindegyik arra szolgál, hogy a magyar ember magát és a környezetét ebben a korruptságban, ebben a korrupt létállapotban tartsa. Hát ez a komfortzónája, nem? Ahogy szokták csak, ezt fogalmazni. Igen, csak ez, tehát hogy mondjam, hogy lehet valaki komfortos a rothadásban? Hát tehát ez a rothadás, ez a, tehát a korruptság, értelmezzük a szót, a korruptság az romlást, a korrupció romlást jelent. Éven. Tehát a rothadékban ülünk, körülöttünk minden rohad, ez rohaszt minket, és ezt nevezzük a komfortzónánknak. Na, hát hogyha az a kérdés, hogy a Puzsér az mit akar megváltoztatni a nyilvánosságban, akkor hát ezt. Haragos vagy? Én úgy érzem, indulatos vagy. Persze. De ezeket használom. Tehát, hogy ezek olyan erők, ezek olyan belső energiák, amelyeket én használok. Amelyeket egyébként használni lehet, és szabad, és kell, és érdemes a kommunikációban, csak tabu. Mert a Hitler az lejáratta ezeket, és szétégette ezeket, és széttrolkodta ezeket az eszközöket. Ja, igen, az igen. Érzelmi... Van az elméletet, hogy a Hitler rombolta el a harag, igen. a düh kommunikáció. Igen. Ezt a dühös, frusztrált kommunikációt, ezt a Hitler, ezt lejáratta a sárga földig. Aha. Mert hozzárendelt egy csomó embertelen gondolatot, aha. egy csomó emberellenes, meg életellenes eszményt, de ezekkel az eszközökkel önmagukban semmi probléma nincsen, ezekkel gondolatokat lehet nyomatékosítani, meg átütni, meg az az igazság, hogy én ezeket nem tudom, ezeket az energiákat magamban leállítani. Hogyha intellektuálisan elkezdek
felpörögni, akkor felpörgök mellé érzelmileg. És igen, hogyha, azt látom. Tehát, ha jönnek a gondolatok, igen, akkor az feltöltődik ezekkel az indulatokkal, meg ezekkel az érzelmekkel, és én nem tudom az egyiket a másik nélkül. És felmegy a hangerő, és beindul a gesztikuláció. Igen. Azt látom rajtad, hogy amikor egy olyan gondolatot kapsz el, amiben van valami, ami izgat téged, ott azonnal elkezdesz nagyon rá kommunikálni. Tehát igen, nagyon érdekes így látni, mert ugye én eddig téged csak a képernyőn láttalak, és mindig érdekelt ennek, hogy ez hogy néz ki az élőben, hát így. Na hát akkor ilyenkor flow-ba kerülök. Aha, igen, és ez a jó igen, szó. És ebben a flow-ban megáll az idő. Ez bocsánat, csak itt el vagyok most. Ja, itt, aha, visszajöttünk ide. Szóval megáll az idő, és nincs beszélő, aha, nincs beszéd, nincs befogadó, hanem csak egy ilyen örvény van. Mondod. Csak a kommunikáció. Csak a beszélő van. Igen, csak a kommunikáció. Vagy inkább csak a beszéd. Beszéd van. Igen, inkább csak a beszéd. Annyi minden mondani valód van, és hogyha van ez a missziód, ami egy tök legitim dolog, abszolút tök igazad van. Tényleg, egyetértek veled, hogy miért mész bele ilyen olyan harcokba, amik kívülről nézve nekem méltatlannak tűnnek. Gondolok itt a Hajdú Péterre, egyszer nem tudom nem megkérdezni, mert hogy miért? Ez levisz téged a bulvárba, ő téged is azzá tesz, amit te nem akarsz lenni. Értem. Basszus. Értelek. De szerintem, igen, de szerintem, hogyha jól formálom magam eszközzé, akkor nem féltem a puzsérságot attól, hogy összehajdúzódik, vagy összebulvározódik. Aha. Ha rendesen eszközzé akarom tenni magam, akkor a puzsérságot föl tudom használni igenis arra, hogy a Hajdú Péterrel szemben meghatározzam magam is. Az az igazság, hogy a bulvárból egy csomó ember él, egy csomó ember a bulvárból táplálkozik. Én például irtózom attól, hogy visszavonuljak egy elefántcsontoronyba, és ott én kizárjam ezeket a méltatlan jelenségeket, mint amilyen a Hajdú Péter, és mondjam azt, hogy hát én leszek az új Tamás Gáspár Miklós, aki csak ilyen szociológiákat, meg ilyen politológiai tanulmányokat olvas, meg ilyen, nem tudom én, történészeknek az antológiáit, és akkor ezekből megvonja a nagy elméleteit, és amelyeket aztán leír a HVG-n. Tehát én azt gondolom, hogy van egyébként egy olyan vonatkozása a puzsérságnak, ami akár hasonlítható ilyen vonatkozásban a TGM-nek a tevékenységéhez. De van egy bulvár rétege is ennek, és ott is van elég feladat, és ott is ki kell fejteni egy tevékenységet. Na most nézd! A Hajdú Péter ebben az országban példátlan dolgokat művelt a nyilvánossággal. Nem pusztán azért, mert tök alkalmatlan a képernyőzésre, mert verbálisan alkalmatlan, mert humortalan, mert személyiség nélküli. Mert amikor a szemeibe belenézel, hát nincsen tekintete a csávónak, és nem pusztán ezért, ez mind csak a következménye a problémának. A probléma az, hogy ez az ember, Hajdú Péter Magyarországon két olyan műfajt egyesített, aminek nem lett volna szabad egyesülni. Az egyik az a late night show, a másik az meg a fókusz típusú nyomorúság riport. Ezt a két, tehát már riport formájában is úgy gondolom gyalázatos az emberi nyomorúságot értékesíteni a nagy közönség számára. De ugyanezt a late night show keretei közt ez vérlázító. És amikor én ezt látom és ezt érzem, akkor azt gondolom, hogy ezzel szemben valamit tenni kell. Valakinek mondania kell valamit? Igen. És hogyha nekem van egy bulvár, nem pusztán arról van szó, hogy ne legyen, kulturális referenciákat kell lefektetni, és hogyha ezekhez Hajdú Péter nem tartja magát, akkor mögéjük kell rugdosni. Uh-huh. Hát, hogy mondjam, ezt senki nem fogja helyettem megcsinálni. Ha én fölvonulok az elefántcsontoronyba, ezt a munkát senki nem végzi el. Én úgy gondolom, hogy a puzsérságnak van egy bulvár rétege. Ez a bulvár rétege a puzsérságnak, mert a Csillagszületikben ez megteremtődött. Igen. Akárhogy is megteremtődött. Na most ezt a bulvár rétegét a puzsérságnak, ezen ne végezzem el az alkímia műveletét? Ezt ne formáljam át eszközzé? Oké, értem. Ezt is át kell formálni eszközzé. Ez egy eszköz, igen. És tudod, azt gondolom, hogy ha a bulvár puzsér összehajdúzódik, viszont a Hajdú ennek a következményeit elszenvedi, és szembesül azzal, hogy ez a fajta működés, ez a fajta gátlástalan
dögevés, média dögevés, amit ő végez, ez nem folytatható, mert olyan súlyos kulturális következményei vannak, amelyeket már nem visel el, amelyeket már nem bír el, ahogyan ez mostanra úgy gondolom, hogy megtörtént. Tehát így abban a szerencsés helyzetben vagyok, Kriszta, hogy azt mondhatom neked, hogy 5 évvel a Hajdú Péter elleni harc meghirdetése után Hajdú Péter szépen lassan úgy tűnik, hogy befejezi ezt a nyilvános showműsorban zajló nyomorkiárusítást. Tehát ezt a nyomort... És miattad van? Én azt gondolom, hogy nagyon komoly szerepet játszottam ebben. Úgy gondolom, igen. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly szerepet játszottam ebben. És hát közben most ide tanítani jössz? Vagy órát tartani? Vagy miért jövünk ide? Vagy tanulni? Tanítani. És itt mit tanítasz? Úgy hívják a tantárgyat, hogy sajtóműfajok, de én valójában nem azt tanítom. És mit tanítasz akkor ennek, ahogyan tanítom, hanem a kicsodát. Aha. Nem azt tanítom, hogy hogyan írunk újságot, nem a műfajokat tanítom, hanem azt adom át, aki a műfajokat végzi. Azt adom át, aki a cikket írja, aki a rádió műsort gyártja, aki a tévéműsort szerkeszti. Kulturális és etikai normákat, meg alapvető szempontokat adok át. Én az újságírót formálom, aki majd írja az újságot. A műfajokat, meg a glosszát, meg az esszét, meg a jegyzetet, meg az összes többi ilyen tudósítás, interjú, riport, stb. Műfajokat. Ezek a műfajok már össze is vannak a valóságban, persze. Meg mosva, meg mosódva. Meg persze. Meg soha, meg Magyarországon soha nem azért szar a média, ha szar a média, mert nem tud rendes glosszát írni. Hát ez nem is riport, hát ez egy interjú, kérem. Tehát nem ez a probléma Magyarországon. Legyen a legnagyobb probléma. Igen, bárcsak ez lenne a legnagyobb probléma. Na menjünk be. Jó. Egyébként az érdekel, hogy mit gondolnak róla? Boom. Természetesen mindenkit érdekel, hogy mit gondolnak róla. A lényeg nem az, hogy az embert érdekli, hogy mit gondolnak róla, hanem hogy ez semmilyen módon ne legyen hatással a munkájára, hogy éppen mit gondolnak róla. Jó, akkor így kérdezem, hogy mondjuk el szoktad olvasni az írásaid alatt érkezett kommenteket? Nem szoktam. És szoktál rá válaszolni, és fel szoktad magad húzni? Nem szoktam, de az olyan előfordul, hogy fölhúzom magam. De tehát a probléma mindig az, ha az ember nem tudja ezt szétválasztani, tehát a komment az fontos. Egy csomó dologban vissza is jelez. A legtöbbi az természetesen webhulladék. De a lényeg az, hogy nehogy az ember elkezdje kiszolgálni ezt a tömeget. Nehogy véletlenül az ember is. Ez a legfontosabb. Ez megint az ego. Nem? Hát erre folyamatosan figyelni kell. Ez egy rohadt nehéz. Persze, ez nagyon nehéz. Közszereplőként, pláne olyan megosztó közszereplőként, mint te, aki azért kapja az élet folyamatosan. Uh-huh. Tehát nagyon válogatott dolgokat. Szóval... Persze, de a lényeg, hogy a feladat ennél sokkal nagyobb. Tehát sokkal nagyobb. Tehát a puzsér az egy eszköz. Uh-huh. Szeretik, utálják, aztán megint utálják, uh-huh. aztán gyűlölik, stb. És ez az egész, ez majd mit tudom én, 30 év alatt, vagy 40 év alatt, majd szépen összeáll valamivé. Uh-huh. Azt majd meglátjuk, hogy mivé áll össze. A lényeg, hogy minden nap el kell végezni egy bizonyos munkát, és ennek a munkának a puzsér nem a célja, hanem az eszköze. És mindig az eszköze. És hogyha ez így van, akkor ez így jó, és akkor nyitva egy új fejezetet, az ember elkezdhet figyelni arra, hogy na, mik a visszajelzések, lássuk. De nem azért, de hogy aztán ez visszahasson a munkájára. De akkor nézik. Igen, akkor lássuk, hogy mik a visszajelzések. És akkor ezt az ember vizsgálja, mint egy érdekességet. Uh-huh. De persze ez nem szabad, hogy ez hatással legyen arra, hogy a holnapi munkáját hogy végzi el. Na, ez a lényeg. Oké. Köszönjük szépen. Köszönöm. Jó munkát, jó tanítást. Köszi. Örülök, hogy találkoztunk. Én is örülök. Sziasztok. Szia. Mindig nagyon féltem attól, hogy mindenkinek megfeleljek egész életemben, és most valahogy azt gondoltam, hogy már nincs olyan sok hátra, hogy ez a megállás nélkül csak erre gondoljak, de ez most komoly. Ez egy nagyon fontos dolog. Én nem mondom ki, hogy hány éves leszel idén, de hogy... 60 éves leszek, mondjuk ki, mert én ez utálom az ilyet, de persze, mondjuk. Mit tudom én nem... És akkor most kiszámolni, nem szoktam számolni, de most majdnem 40 éve vagyok apám. 38 éve dolgozom.
ezt én nem tudom. Aki elfogadott eddig, az elfogad, aki meg nem, az nem. Mikor érkeztél meg ide? Hogy így érez? Hát, tulajdonképpen egy pár perc, hogy erről beszélünk, de komolyan veresen. 300 részeg egyetemista. És, hálás. Hát egyébként nagyon nehéz közönség volt. Szóval én felveszem velük a kesztyűt, volt néhány igazi randalírozó ilyen, tehát akik arra mennek, hogy tönkretegyék a műsort, megkérdeztem a közönséget, szoktam kérni, hogy tudnak-e valamilyen varázsszót mondani, mivel lehet segíteni, és egy csávú lentről azt mondja, hogy Pina! És így mondtam, hogy hát ilyet sem mondtak még. Ha szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára, akkor kattints ide!